November 25-én volt a nők elleni erőszak megszüntetésének világnapja. Az ENSZ 1999-ben nyilvánította hivatalosan világnappá ezt a napot. Ez alkalommal a Török-Kanizsai Női Fórum tagjai is megmozdulást szerveztek Török-Kanizsa központjában, ahol figyelemfelkeltés céljából szórólapot osztottak. A továbbiakban sor került még egy kerekasztal beszélgetésre a helyi önkormányzatban. Meghívtuk az oktatási intézmények, egészségház, szakkórház, rendőrség, szociális központ és bíróság munkatársait. Tanácskozni fogunk az elmúlt időszak problémáiról, a jövőbeni munkáról és annak összehangolásáról, az új erőszak elleni törvényről, melyről habár sokat beszélünk, úgy gondolom, hogy mégsem eleget. A nők elleni erőszakról beszélni kell, mert minden harmadik nő fizikai erőszak valamely formájának az áldozata, minden másodikat pszichikailag zaklatnak, az erőszaktevők 82,6%-a férfi. Minden negyedik európai nő családon belüli erőszak áldozata. Szerbiában hetente meghal egy nő a családon belüli erőszak áldozataként, a férje, partnere vagy régi partnere keze által. A tavalyi év folyamán 34 nő halt meg a családon belüli erőszak áldozataként. És ezek többségét előzőleg már regisztrálták, már bejelentette vagy feljelentette az erőszaktevőt. 2015-ben a biztos házakban 3500 nő kért segítséget Szerbiában. Ezért nagyon fontosnak tartjuk, hogy beszéljünk erről a kérdésről, és reméljük, hogy a jövőben legalább egy kis előrelépés lesz ebben a témában. A nap zárásaként este 6-kor a Most már elég című témába illő filmet vetítették a Tisza Gyöngye Művelődési Egyesület székházában. 25. novembra 2016. godine bio je Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Ovaj dan je 1999. godine od strane Ujedinjenih nacija proglašen kao Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Tom prilikom Novokneževački forum žena je upriličio deljenje letaka u centru Novokneževca, a posle toga u zgradi opštine održan je okrugli sto posvećen ovoj temi. U našoj opštini danas 25. novembra u okviru Saveta i Komisije za rodnu ravnopravnost obeležava se Međunarodni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Tim povodom organizovali smo tribinu u kojoj će učestvovati svi predstavnici institucija naše opštine, predstavnici policije, sudstva, doma zdravlja, bolnice, centra za socijalni rad, obrazovnih ustanova, osnovnih, srednjih, kao i zabavišta. Ovaj dan koji se u svetu obeležava narančastom bojom, ujedno je i dan kojim počinje 16 dana aktivizma. To je globalna svetska kampanja koju obeležava 1700 organizacija u preko 100 država sveta, a koja se završava 10. decembra danom ljudskih prava. Svaka treća žena u svetu doživi neki vid nasilja, svaka druga žena doživi psihološko nasilje, po nekim statističkim podacima 82,6%. Svaka četvrta žena u Evropi trpi nasilje. U Srbiji, inače, svake nedelje pogine po jedna žena kao žrtva nasilja u porodici. U toku prethodne godine u Srbiji su u porodičnom nasilju ubijene 34 žene. Savetovalište za borbu protiv nasilja i sigurnoj kući u 2015. godini se obratilo za pomoć oko 3500 žena. Iskreno se nadamo da novim zakonom koji je usvojen u parlamentu Vlade Republike Srbije i edukacijom našeg društva ćemo prestati da vodimo statističke podatke o broju žrtava nego o broju nasilnika koje smo smestili u zatvore. Istog dana u 18 časova prikazana je projekcija filma koji je bio posvećen borbi protiv nasilja nad ženama.